információim szerint egy fideszes képviselőnek az érintettsége is van a dologban. 6 hónapon keresztül tartották fogva, kábították, mérgezték és végül megölték a dúsgazdag vállalkozót. Tisztában kell lenni, hogy engem ugye ebben az ügyben köt az ügyvédi titoktartás. Ez a sok hamut innen eltüntetni, hely! Az elkövetők a sértettet megölték, és az utolsó tűz már csak a bűncselekmény nyomainak eltüntetésére szolgált. Aranyamegyei kastélyba hát levitték az idős urat, és akkor utána történt, hogy ez háromszor kigyulladt, és a másik napon pedig az idős úr ugye megégett a házban. Egy 2020. július eleji napon Mészáros István milliárdos vállalkozó ügyvédjével, dr. Péceli Attilával, a Hegyvidéki Önkormányzat jogi bizottságának elnökével a milliárdos Naposúti házában várták, hogy megérkezzen a rendőrség és a gyámhivatal. El kellett dönteniük, hogy Mészáros István gondnokság alá helyezik-e. A gyámhivatali eljárást a rendőrség kezdeményezte, ugyanis Mészáros lányai feljelentést tettek amiatt, mert apjukat hónapok óta nem tudták elérni, ugyanis egy bűnözői csoport elszigetelte tőlük, miközben mindenféle meghatalmazásokat irattattak alá vele, ami alapján gyakorlatilag az egész vagyona felett rendelkezhettek. Ezeket a meghatalmazásokat dr. Péceli Attila szignózta. Miután nyilvánosságot kapott az ügy, másnap, június 15-én Péceli Attila megszüntette a szerződését Mészáros Istvánnal, a milliárdos pedig a mögöttem látható kastélyba vitte a csapat, amiről még én is tudtam, úgyhogy meglepődnék, ha a rendőrség nem értesült volna róla. Mészáros augusztus 10-én bennégett a házban, amit, mint a vizsgálat megállapított, egymás követő két napon is rágyújtottak. A feltételezett elkövetőkre életfogytig tartó börtönbüntetést kért az ügyészség. Péceli Attila továbbra is élvezi Pokorni Zoltán bizalmát és a Hegyvidék Jogi Bizottságának elnöke. Mészáros Istvánról azt mesélik, hogy már a 90-es években helikopterrel járt vidéki kastélyába. És volt, mikor az éppen ott zajló foci meccset is félbe kellett szakítani, hogy le tudjon szállni a pályára a gép. Mészáros István már a 90-es években is komoly vagyonnal rendelkezett, és mint az ilyen emberek, jó politikai kapcsolatokkal is. Vagyonát leginkább színes fémkereskedelemből és a távközlési szektorból szerezte. 1995-ben került hozzá a bárközségbeli Fehérkastély, és 1996-ban vásárolta meg a Naposút 4/B alatti házat. Elmondása szerint a NER-rel való viszonya a Simicska távozása után romlott meg, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a közbeszerzési értesítőben nem találjuk a cégeinek állami megrendeléseit. Pokorni Zoltánról nem volt valami nagy véleménye, úgy fogalmazott, hogy túl nagy falat neki ez a kerület, és csak végrehajtja a fentről érkező utasításokat. Lányaira csak a vagyonának kisebb részét hagyta volna, nagyobb részét pedig állami és különféle egyházi szervezetekre. Más források szerint pedig az egyik lányára akart hagyni mindent, de végrendeletekből nem volt hiány. Ugyanis a bűnözői csoport, aki a házába beköltözött, szintén aláírtott vele egy végrendeletet, amiben az egyik bűnözőnek az élettársára hagyja a vagyonát. Továbbá egy bizonyos Tünde, aki korábban prostituált kötőjel élettárs viszonyban volt Mészáros Istvánnal, azt állítja, hogy szóban viszont ráhagyott Mészáros István mindent. Mészáros István nem csak gazdagságáról, hanem politikai kapcsolatairól is szívesen mesélt, például elmondása szerint Mádl Ferenc társaságában együtt látogatták meg 6. Mohamed marokkói királyt. Úgy tűnik összeverkodtak, mert tőle kapta azt a medencét, amit Naposúti házába épített be, és igencsak büszke volt rá. Ez az a medence, amit próbáltak a helyén kezelni az illetők, akik beköltöztek 2020-ban a házába, bár kevés sikerrel. De az biztos, hogy nem parázták túl a dolgot. Kevés embert raboltam el életemben, de egyik esetben sem tettem fel videót a Facebookra arról, hogy a medencébe ugrálok a haverjaimmal. A nála élő Tündére sokat költött, többek közt iPhone-okat, tévét vásárolt neki, és a plasztikai kezelését is fizette, valamint azt tervezte, hogy elköltöznek a bárközségbeli kastélyába és összeházasodnak. Tünde szerepe nekem nem egyértelmű a történetben. Elképzelhető, hogy ő valóban élettársként lakott a házban, és semmi köze azokhoz, akik később beköltöztek Mészároshoz, de az is lehet, hogy valamiféleképpen az ő emberük volt. Ekkor a Mészáros már teljesen elhanyagolta a cégeinek ügyeit, a kötelező bevallások sem készültek el, és csak halmozottak a kifizetetlen számlák. Ugyanakkor anyagi problémát ez nem jelentett neki, továbbra is milliárdokra volt tehető a vagyona, ami leginkább ingatlanokban, bankszámlákon, vagy éppen hajókban és autókban volt. Az egyébként szépen felújított épület középkori hangulatot árasztott,
tele volt kevés, de drága vagy éppen régieskedő bútorokkal, és persze mindenhol elszórt alkoholos üvegekkel. Mészáros István lányai már korábban is két alkalommal gondnokság alá akarták helyeztetni apjukat. A gyakorlatban az azt jelenti, hogy a gyámhivatal kirendel egy gondnokot azoknak, akik nem tudnak felelősen gondoskodni magukról és a vagyonukról, és az állam ezt a gondnokra bízza. Lányai a gyámügyi eljárást azért kezdeményezték, mert elmondásuk szerint apjuk annyit ivott és drogozott, hogy összeomlottak körülötte a pénzügyei, ami egyébként igaz is volt. Elmondásuk szerint apjuk veszélyesen sok alkoholt fogyasztott, és akarata ellenére rendszeresen drogozott, értsd, valakik rendszeresen bedrogoztatták. Emellett folyamatosan prostituáltak jártak hozzá, akik kihasználták és rájuk rengeteg pénzt költött. Az igazságügyi elmaorvos arra jutott, hogy bár Mészáros István rendszeresen iszik, mint 1 millió másik ember Magyarországon, ugyanakkor önmagáról képes gondoskodni, a pénzügyeit átlátja, és a bankszámláján sem látszottak gyanús pénzmozgások, így a gondnokság alá helyezést elvetették. A harmadik gyámügyi eljárás 2020 tavaszán indult, ám ezt megelőzte pár fontos esemény. Februárban Mészáros István kórházba kerül, először a Péterfi Sándor utcaiba, majd onnan a János kórházba szállították a toxikológiai, később a pszichiátriai osztályra, ám a kezelés befejezése előtt, március 19-én hazaküldik a Covid miatt elrendelt kórházi ágykiürítés miatt. Hazakerülése után már nem csak különböző lányok jelentek meg a házában, hanem nem túl bizalomgerjesztő férfiak is. A rendőrség szerint Makai Zsoltról és embereiről van szó. Na de kik ezek az emberek? A csapat, akik életvitelszerűen megjelentek a Naposúti házban, nem kispályás bűnözőkből állt, életük egyik felét börtönben töltötték, a másikat pedig a bűnözés különféle formáival. Elítélték őket rablásért, rablógyilkosságért, prostituáltak futtatásáért és lányok elrablásáért is. A lányokat Barcelonába vitték, ahol prostitúcióra kényszerítették őket, aki ellenállt, annak pedig levágták az egyik új percét. Az egyik lány viszont haza tudott szökni Magyarországra, és az ő vallomása alapján sikerült elkapni a bandát. Ez az a pont, ahol Mészáros elérhetetlenné válik gyermekei számára. Mobiltelefonja ki van kapcsolva, a vezetékesen nem elérhető, és amikor a házában próbálják megkeresni a lányai, a kigyúrt alakok elküldik onnan őket. Ezt követően a lányok a rendőrséghez fordulnak, a rendőrség pedig a gyámhivatalhoz. Májusban a már említett Péceli Attila segítségével elkészülnek azok a meghatalmazások, amiknek segítségével a házba beköltözött banda tagjai gyakorlatilag szabadon rendelkezhetnek Mészáros vagyona felett. És persze egy végrendelet is készül, amelyben Mészáros a bűnözői csoport egyik tagjának élettársát teszi meg örökösévé. Pécelinek Mészáros ügyvédjeként nyilván az ügyfele érdekeit kellett volna képviselnie, ehelyett sorra gyártotta azokat a meghatalmazásokat, amikről nehéz azt hinni, hogy a begyógyszerezett alkoholista öreg saját akaratából születtek volna, mikor is gyakorlatilag minden vagyonáról lemondott annak a bűnözői csapatnak a javára, akik beköltöztek a házába, elvették a telefonját, és nem engedték neki, hogy bárki mással találkozzon rajtuk kívül. Péceli Attilát múlt héten hallgatta meg a bíró a Pécsi Járásbíróságon. Vallomásában elmondta, korábban nem ismerte a milliárdost, őt az egyik bűnöző a korábban lányok elrablásáért és sok másért elítélt Makai Zsolt, aki a vád szerint az egyik, aki később megölte az öreget, kereste meg azzal, hogy Mészáros Istvánnak új ügyvédre lenne szüksége, Attila pedig vállalta a feladatot. Ugyanakkor felvázol egy sajátos verziót, ami szerint Mészáros ugráltatta a nála levő bűnözőket. Miközben maga a rendőrség is azt állítja, Mészáros gyakorlatilag elrabolták, fogva tartották, gyógyszerezték és később megölték a nála megjelent figurák. Ugyanígy a milliárdosra rátelepedő bűnözőket rendszeresen segítőiként emlegeti, Makai Zsolt és Kis József egyfajta jótevőként tűnik fel a történetben, akik ott léte alatt egyre jobbak lettek Mészáros körülményei, a házat és a kertet rendbe tették a makaiék, kedves rokonai, leépítették róla a prostituáltakat, és mindent úgy tettek, ahogy Mészáros kérte, sőt parancsolta, életminőségi javulást emleget. A szerződés felmondását azzal indokolta, hogy Mészáros nem fizette ki, hogy Mészáros arrogáns volt, meg hát, hogy a kutyapárt is le akarta járatni. Az én olvasatomban ő egy nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár. Elhiszem azt, hogy ugye ez politikai haszonszerzés mindenek felett áll a mondjuk a kétfarkú kutyapárt számára, de azért van egy szint, ami alá nem kellene süllyedni. Elmondása szerint heti 2-3 alkalommal pár órákat töltött a 12. kerületi Naposúti házban, mert olyan sok munka volt. Az viszonylag szokatlan egy ügyvédtől, aki jellemzően az irodájában szokta fogadni az ügyfeleit, különösen arra tekintettel, hogy azt állítja, soha egy fillért sem kapott az ügyvédi munkájáért, mert Mészáros folyamatosan halogatta a kifizetését.
Péceli Attila a Magyar Hang kérdésére azt válaszolta, hogy ő teljesen tudatosnak és összeszedettnek látta ügyfelét, és hogy ő nem is tudott arról, hogy a rendőrség valamiféle gondnoksági eljárásban gondolkodik. Alkohollal, antipszichotikumokkal, antidepresszánsokkal kezelték, de leginkább szedálták. De sajnos utóbbi állítását egyértelműen cáfolják azok a gyámügyi dokumentumok, amikben leírják, hogy Péceli Attila ott volt Mészáros Istvánnál, mikor a gyámügy és a rendőrség kiérkezett a házhoz. De a másik irányból sem néz ki sokkal szebben a dolog, ha elrabolsz egy embert és meghatalmazásokat akarsz vele aláírni arról, hogy azt csinálsz a pénzével, amit szeretnél, nyilván nem egy random ügyvédet fogsz megkérni, hanem egy olyat, akiben ilyen szinten megbízol. És példaként, csak hogy lássátok, milyen jellegű dokumentumokat készített Péceli Mészárosnak, jöjjön egy szerződés, amivel gondolom részben az ott létüket igyekeztek igazolni, ha erre valaha szükség lenne, meg persze pénz is járt nekik mindezért. Az első dolog, ami eszükbe jutott, hogy a szerződés szerint csinálniuk kéne, az volt, hogy felkutassák Mészáros vagyonát és vagyonkezelési tanácsokat adjanak neki. Ugyanezen nagyjából kétoldalas dokumentum külön kitér arra is, mi történik, ha a megbízó a megbízási szerződés megbízottak részéről történő teljesítése során elhalálozna. A szomszédok hetek óta nem látják a kertben, pedig régebben mindig kijött a kapuból beszélgetni velük. Az egyik szomszéd április közepén látta, nagyon rosszul nézett ki, le volt fogyva, sárgák voltak a szemei, zavartnak tűnt. A lányai továbbra sem tudták elérni Mészárost, így feljelentést tettek a rendőrségen. Kis József felhívta apjuk privát bankárjait, hogy OTP részvényeket szeretne eladni, és egyéb befektetéséről érdeklődött. Másik alkalommal Kis József jelezte a bankárnak, hogy küld majd egy e-mailt, ami bizonyítja, hogy neki kötelesek banki információkat kiadni. Ez már csak azért is furcsa volt nekik, mert apjuk pénzügyeit korábban mindig személyesen intézte, senkit nem bízott meg vele, így esélyes, hogy nem cselekszik teljes belátóképességének birtokában, és az általuk felbérett magánnyomozó pedig arra jutott, hogy börtönviselt mafiózók vannak nála, és nem gondolják, hogy apjuk csupa jó szívűségből látja vendégül ezeket az embereket. És ebből talán érthető, hogy azt feltételezték, hogy az illetők nem apjuk akaratából laknak nála. Ezután került sor Mészáros István meghallgatására Naposúti házában. Az emlegetett alakok ekkor nincsenek jelen, vagy legalábbis eldugták őket az emeleten, ott van viszont Péceli Attila, Mészáros István ügyvédje. Ők együtt fogadták a 12. kerületi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetőjét, annak munkatársát, valamint a gyámhivatal képviselőjét. Ők azért jöttek, hogy eldöntsék, gondnokság alá kell helyezni Mészáros Istvánt. Itt Mészáros István elmondja, hogy az általa meghatalmazott figurákban teljes mértékben bízik, bár csak néhány hónapja ismerte meg őket, és arról sem tudott nyilatkozni, hogy hol és hogyan. Elmondta azt is, hogy nem beteg, tökéletes mentális állapotban van, Péceli Attila pedig segít neki intézni a céges ügyeit. De úgy tűnik, hogy a megjelentek mégsem hittek Mészáros Istvánnak, és a gyámhivatal gondnokot rendelt ki mellé, azzal, hogy mostantól minden nagyobb költség, illetve ingóság vagy ingatlan eladása az ő engedélyhez kötött. A történet pár nappal később kapott nyilvánosságot, és ehhez képest egy napra rá Péceli Attila be is jelentette, hogy felmondja a szerződését Mészáros Istvánnal. Az ezt követő kerületi testületi ülésen kérdeztük a rendőrkapitányt, aki éppen ott volt, mert évente egyszer ezt csinálja, hogy mi történik a Naposúti lakásban, emhelyette Péceli Attila válaszolt. Válasza szerint minden rendben volt, ő a törvények szerint járt el, meg amúgy is kurucinfó. Azt is elmondja, hogy a gyámügy mindig mindent rendben talált, ez így van, kivéve abban az esetben, mikor ő várta Mészáros Istvánnal a gyámügyet. A Budagyöngyétől nagyjából 100 méterre lévő házban ekkora már forróvá válhatott a talaj, és talán ezért döntöttek ugyan Mészárost körülvevő furcsa alakok, hogy Bári kastélyába viszik. Bizonyára csinált valamit a rendőrség azok alatt a hónapok alatt, amikor már tudták, hogy mi történik, de túl sikeresnek nem bizonyult a dolog. Hiszen áprilisban már foglalkoztak az üggyel, nyár elején a nyilvánosság is értesült róla. A Hegyvidék rendőrsége, amennyiben bűncselekményre utaló bejelentés érkezik hozzánk, akár információ bejelentés, vagy bármilyen módon ez tudomásunkra jut, a szükséges intézkedéseket minden esetben megteszi. És ennek ellenére augusztusban gyújthatták rá a milliárdosra a kastélyát, ahova ugye én is tudtam, hogy levitték, úgyhogy feltehetőleg a rendőrség is tudott mindenről. A 12. kerületben és a Hegyvidéken jó élni, de ezek után azt állapítottuk meg, hogy biztonságos is élni. Bármely dél-amerikai tűzisten megirigyelhetné a történeteket, a Fehér Kastély ugyanis 4 nap alatt 3-szor gyulladt ki.
Augusztus 8-án tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a tüzet eloltották, a tulajdonosra a fürdőszobában találtak rá, aki zavartan viselkedett, ezért kórházba szállították, de még aznap este hazaengedték. Augusztus 10-én már kevesebb szerencséje volt, ekkor újra kigyulladt az épület, és ekkor már holtan találtak rá Mészáros Istvánra. Ám két nappal később, valószínűleg azért, hogy a nyomokat eltüntessék, az épületet újra felgyújtották. A rendőrség megállapította, hogy a házból minden mozdítható értéket elvittek, az idős férfit megölték, majd rágyújtották a házat égésgyorsítót használva, hogy a nyomokat és a bizonyítékokat eltüntessék. A gyanúsítottak nagy részét mostanra elfogták, és a vád az, amit már előbb is mondtam, hogy megölték Mészáros Istvánt és rágyújtották a házát. Egyelőre 5 tárgyalási napon vagyunk túl a pécsi ítélő táblán, a bíró életfogytiglant kért a gyilkosokra, akik egyelőre mindent tagadnak. És a bíró a tárgyaláson külön kérte, hogy alaposan vizsgálják ki Mészáros ekkori ügyvédjének, Péceli Attilának a szerepét a történetben. A Baranya megyei rendőrkapitányság válasza szerint K.J. ellen emberölés, lopás, pénzmosás és sikkasztás, M.J. ellen emberölés és pénzmosás, M.A. ellen lopás, pénzmosás és orgazdaság, RR ellen pénzmosás, MG ellen pedig sikkasztás miatt nyomoznak. A hatóság az összes körülményt, beleértve az ügyvédek szerepét is vizsgálja, ám a nyomozás részleteiről bővebben még nem kívántak nyilatkozni. Végezetül hallgassuk meg Péceli Attila adventi köszöntőjét a kerületi önkormányzat Facebook oldaláról. A Szenteste az, ami számomra mindig a legmeghatározóbb volt az advent és a karácsony időszakából. Ahogy édesanyám sütötte a ételeket, főzte a halászlevet, sütötte a bejlit, ennek az illata, ennek a melegsége az, ami nagyon szép és nagyon jó emlékekkel tölt el. És ezzel a gondolattal szeretnék mindenkinek békés, áldott ünnepeket és boldog karácsonyt kívánni. Ő egyébként havonta jogi fogadó órákat tart, 12. kerületi lakosokat próbál segíteni tanácsaival. Szóval, ha szükségetek van egy jó meghatalmazásra, keressétek bátran. Köszi mindenkinek, aki segített benne, hogy így összeálljon ez a történet, annak, aki elküldte ezeket a rám egyébként nem tartozó gyámügyi papírokat, annak a vízóra leolvasó srácnak, aki sokat töltött Mészáros Istvánnál, ezért tudott róla mesélni, és köszönet annak a magánnyomozónak is, akit a lányai felbéreltek, és először írt a dologról.